értük, hogy az Operaház által a Zeneakadémia kis termében, vagy ahogy kell mondani, Solti termében még az ősszel, jó mondom, nem, januárban megvalósított Mozart Late Night című előadásunk egy részét rendezze újra. Ugye az egy vállaltan korhatárkarikás előadás volt, egy lirai epilógussal a végén, egy másik Mozart művel gyakorlatilag, és másképp is nézett ki, más volt a szövege is, sőt mások voltak a szerepek is benne. Mátét arra kértük, hogy ezt alakítsa úgy át, hogy a mostani, a fiatal közönség számára befogadható, elfogadható és vállalható legyen. Tehát itt most a korhatároság nem volt kikötve, hogy ez így maradjon. És ennek megfelelően alakult át a történet, alakultak át a jelmezek, a díszlet és egy új előadás született ebből, aminek éppenséggel most volt a bemutatója az elmúlt percekben a függöny mögött a túloldalon. Amit pedig a Máriót illeti, az a darab azonos azzal, amit Galambos Péter az Erkel Színház első premierjeként rendezett, együtt a Kékszakálló Herceg Várával, talán többen látták, ez akkor egy ugyancsak kísérletnek volt tekinthető. Az Erkel Színháztól sokan azt látták, hogy játsza Szakmányban Verdit, aztán a Kárment és nyilván a Bánkmánt és a Hunyadit, de ezen túl is van élet, és itt is ugyanúgy gondolom, hogy az Operakant esetében, hogy valóban egy világ nyílik ki az operában, akkor ne válogassuk ki belőle a színeket, és ne próbáljuk meg a szemellenzőket fölcsatolni, úgyhogy az első premiért éppenséggel a modernitás jegyében rendeztük, tehát Bartók zenéje még ma is hordoz modern vonásokat, hajaj, és a Mário ehhez akkor illet, most a Máriót onnan kiragadtuk, és úgy gondoltuk, hogy Mozarttal és akkor a Máté által átrendezett és a fiatalok számára alkalmassá tett egy felvonásos mellé passzítva a Galambos féle Mário is jó operakalandos élményt adhat.